Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a Bika jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, ez a kép a férfiakra utal, vagy jelentheti a te társadat is. A fejed fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Itt megjelenik a kígyó, ez lehet egy mellékút. Ez a kígyó jelenti a megújulásokat, a változásokat, de jelentheti a gyógyító erőt is, vagy egy hölgyet. Ez a nő itt a hegy mellett van, és ez jelenti a problémákat, a nehézségeket. Ez lehet egy családi kapcsolat, hiszen megjelenik a ház, de lehet egy munkahelyi kapcsolat is, hiszen a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Ez lehet két különböző nő is, akivel problémák vannak a családban, a másikkal pedig a munkahelyen. De itt a gyermekek jelentenek egy új irányt, egy új kezdetet. Persze jelenthetik a gyermekeket is, vagy egy fiatalabb nőt. Itt meg lesz a mozgás, hiszen előre folyamodnak az események, megvan arra a lehetőség, hogy itt tisztázzatok egymással valamit. De mégis ez a nő meg a hegy megjelenik a gondolatodban, ami nyomaszt téged, ami foglalkoztat téged, mert szeretnél változásokat. Úgy december közepén majd változik a helyzet. Ez a férfi itt látható, az ő gondolataiban ezek a kártyák vannak, ő is töpreng valami felett, és keresi a megoldást, ahol tisztázódnak a dolgok. Nála is lehet egy munkahelyi helyzet. De itt a szív, és az összeköt benneteket, mert ő egy vonalban van a szívvel, és te is egy vonalban vagy a szívvel, tehát itt szerelemről van szó. Ami még összefűz benneteket, itt vannak még kezdetben nehézségek, de a jövőben kivirágzik minden. Itt anyagiakról lehet szó, vagy a belső értékekről, hogy értékel téged, te is őt. Itt kinyílik majd ez az ajtó, sikereket hoz, vannak itt lehetőségek rendezni, tisztázni a dolgokat, amit ő szeretne, hiszen itt ez megjelenik az ő gondolataiban. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy egészségügyi témákat. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és akkor itt lesz egy új kezdet. A kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, és a gyermekek, mint egy újjászületés, és ezek a tervek nálad. De, mint említettem, a kígyó lehet egy nő, sőt, ebben az esetben ennél a kivetésnél két különböző nő, az egyik a családból, vagy a környezetedből, az lehet a szomszédság, vagy a másik nő az a munkahelyeden van, ahol problémák vannak. De te itt lezárod ezeket a témákat, hiszen a kasza ezt elvágja, vagy befejezed ezt a kapcsolatot, lezárod ezt a kapcsolatot. Amit a kasza még jelenthet, hogy olyan események történnek, amire nem számítottál. Olyan hirtelen megváltozik a helyzet. Egy fontos hír például útban van hozzád. Te kezedbe veszed ezt a kulcsot, meg lesz a magabiztos fellépésed, és használni fogod ezt a kulcsot, bizonyos helyzeteket, vagy bizonyos kapcsolatokat lezársz,
és lesz egy új irány, hiszen nyitott vagy arra, hogy itt ez a kapu kinyíljon számodra, ezek lehetnek új kapcsolatok, változások. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt lesz mozgás, előre mennek az események. A koporsó jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is, ahol még problémák, nehézségek vannak. Ez a kártya lehet egy férfi a múltból, aki gondol rád, visszatér hozzád. Ez lehet egy barátság is. Amit ez a kártya még jelent, mindazt, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások, költözködés. Amennyiben egy autóról van szó, akkor az lehet egy ilyen régi autó vétele vagy eladása. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, kell a türelem. Itt lesz egy stabil helyzet, ami az anyagiakat illeti, és a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, a fiatalos kisugárzásodat, vagy újdonságokat. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalba, ő szeretne valamit tisztázni a munkahelyén, de a párkapcsolatban is, vannak jó ötletek, szép gondolatok, itt van a gyógyító erő, az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Itt kinyílik számára egy új ajtó, ezek a lehetőségek, ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, kettőtök között itt kivirágzik valami, ez jelenti a jövőt. És a kígyó a gyógyító erőt, de lehet egy nő az ő környezetében vagy a múltjában, itt valami még átláthatatlan, de majd december végén, január elején az egerek segítenek ezeket a témákat lezárni, eltávolítani. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Itt a ház jelenti az otthonodat, a környezetedet vagy a családot. Itt vannak viták vagy félreértések, és nehézségek ezzel a nővel, de lesznek újdonságok, vagy a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, azt is jelenti, hogy itt egy fiatalabb nőről van szó. De tisztázódik minden. A munkahelyeden is vannak problémák, de azt is tudod tisztázni. Itt a gyűrű jelent bizonyos kapcsolatokat, mint például a szerelmi kapcsolatot ezzel a férfivel, de a munkát illetően a gyűrűk utalhatnak szerződésekre. Második hét december hónapban itt látható, tehát itt a középpontban, a baráti körben lesznek változások, fontos beszélgetések, ami a szerelmet illeti, itt van a remény, hogy szerencse legyen, egy közös életút, ahol kivirágzik minden. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Harmadik hét december hónapban itt látható. Ő gondol rád, a szerelemre, de a munkahelyén is szeretne valamit változtatni. Előtte a halak jelentik az anyagiakat, vagy a belső értékeket. Itt lesznek olyan események, ami olyan hirtelen jön, amire nem számítatok. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, egy fontos hír útban van hozzád. A kereszt az jelenti a hitet, de a döntéseket is. Amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt a könyvek jelenthetik az ő tudását, vagy egy továbbképzést, de a zárkózottságát is, az elmúlik, hiszen kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, majd nyíltan beszél veled. Utolsó hét, december hónapban itt látható. Légy kicsit türelmes, mire eltűnik
az, ami eddig átláthatatlan volt. Az egerek segítenek, hiszen eltüntetik a felhőt. De kell egy kis türelem, ugyanúgy, mint egy fánál, időre van szükség ahhoz, mire gyümölcsöt hoz. A fának van gyógyító ereje is. Ez lehet egy egészségügyi téma, például, hogy ő, vagy te, vagy mindketten ezen a területen dolgoztok. Itt kinyílik egy új ajtó, lehetőségek, ez lehet egy jó ajánlat is. Az, ami akadály volt eddig, az lezárul, a koporsó ezt lezárja. De itt a két kártya együtt jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is, és itt a virágcsokor jelenti azt, hogy lesz itt egy jó kimenetel. Amit a virágcsokor még jelenthet, a tavasz, hogy ez az ügy elhúzódhat még tavaszig. Amit a virágcsokor még jelent, egy jó hír, egy meghívás, egy ajándék, ez is útban van hozzád. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!